Félő, hogy ezeket a fekete zsákokat nem fogják elszállítani, hiába zöld hulladékot tartalmaz. A Depónia Kft. Ugyanis a családi házas övezetekből csak azt a lombhulladékot szállítja el, ami ilyen átlátszó zsákba van összegyűjtve, és Depónia matricával van ellátva. Évi 18 matricát biztosít a cég az előfizetőknek, és tavasztól őszig két hetente szállítja el a zöld hulladékot. Égetni ugyanis tilos. A másik megoldás, amit ők maguk is elvégezhetnek, az pedig a házi komposztálás mindenképpen. Ugye a helyi rendelet tiltja az égetést, tehát alapvetően a lakosoknál, az ingatlanokon történő komposztálással lehet még ezt a elszállítandó hulladékot csökkenteni mindenképp. Ha valakinek elfogy a matricája, a vállalat Sörhez téri telephelyén tud még venni, darabonként 320 forintért. De saját maga is elszállíthatja a lombhulladékát, maximum 4 köbmétert a csalai lerakóhelyre. A Depónia Kft. Egyébként áprilistól egészen november 30-áig szállítja el a családi házas övezetekből a lombhulladékot. Az időjárás azonban eddig viszonylag kegyes volt hozzánk, tehát a fák még javában hullatják a lombjaikat, ezért ezt az időpontot kitolták egészen december 2. hetéig. A Fehérvár Televízióban Leffe Holtz Marietta riportját látták.